Baksai Nékenesei Éva ünnepi beszéde hangzott el a kenyérszegés előtt a Szent István Parkban. Első Szent Királyunk hosszú távra biztosította államunk függetlenségét. Az általa lerakott szilárd alapok még az ivataros századainkban, az idegen uralma kilátástalannak tűnő helyzeteiben is képesek voltak megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket az önrendelkezésre, a függetlenségre. Tisztelt ünneplő közösség! Szent István annak idején Európát választotta, az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, s elfogadtatta ezt népével is. Nagy Norbert plébános szentelte meg a trikolor szallagokkal átkötött cipókat. Berta Zoltán alpolgármester értékeink megőrzésére, ősi hagyományaink ápolására hívta fel a figyelmet. Augusztus 20-a Szent István új kenyér államalapítás ünnepe, több mindent ünneplünk, elsősorban Magyarország születésnapját, hiszen mint ezer évvel ezelőtt első királyunk István egy új útra terelte nemzetünket, országot alapított, és gyakorlatilag azóta óvjuk ezt az országot, tekintjük a miénknek, és ugyanez a kihívás jelen pillanatban mai magyar embereknek is. Megőrizzük magyarságunkat, megőrizzük országunkat, megőrizzük azt a keresztény értékrendet, amelyet István király hozott be a magyarok társadalmába. Tolnán a Nyugdíjas Szabadidőklub az egyik éltetője az augusztus 20-ai programoknak, akik a koszorúzási ceremóniából is kivették a részüket. A teljes szervezést azt mi kaptuk meg az önkormányzattól minden évben, most már 25. éve mi szervezzük az augusztus 20-ai ünnepséget és a felvonulást. A téren az új kenyér elfogyasztása közben a tambura zenekar teremtett kellemes hangulatot.